Kipihenten várták a tanítmányt a fiatalok a Sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskolában. Táncosok, zenészek, énekesek és szüleik, rokonaik jöttek el az ünnepélyes tanévkezdetre, amelyet az iskola tanárainak rövid műsora indított el. Az intézmény igazgatója a megjelenteknek összefoglalta a nyár legfontosabb szerepléseit, egyben megköszönte a fesztiválokon való részvételt. Bálint Béla elmondta még, hogy több új bútort is beszereztek, amelyel a komfortot növelik, és a tanulóknak biztosított körülményeken is jelentősen javítanak. Azt is elmondta, hogy a gitárszakon új tanárt keresnek, miután a napokban kiderült, hogy a korábbi oktató nem tudja vállalni az idei tanévet, azonban hamarosan új tanárral folytatják majd a munkát a diákok. Ettől a tanévtől elindul a bodrogolaszi telephelyen a zene és táncoktatás is. Készen állunk tehát arra, hogy a 2012-13-as tanévet megfelelő módon tudjuk elkezdeni, és remélhetőleg mindazon személyi feltételek, amelyek most még problémát jelentenek, a jövőben hamarosan megoldódnak. A tanévnyitó minden szülő jegyzetelt, hogy tudja, mikor kell tánc vagy zeneórára hozni tehetséges csemetéjét.